Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 15-én hétfőn. Az élet minden területén érezheti hatását az orosz-ukrán háború. Nem csak az energia, de az élelmiszer és az üzemanyag is sokkal drágább, mint egy évvel ezelőtt. Milyen lehet majd az ősz? Erről is beszélgetünk ma, nézzük az ajánlatot. Üzemanyag előfordulhat, hogy kisebb utak bezárnak. Orosz-ukrán háború. Merre tart Európa és a világ? segítség. Jelentős mennyiségű adományt jutattak el Nyíregyházáról. Szinte mindennapossá vált, hogy egyes megyei kutakon vagy gázolaj vagy 95-ös benzin nem kapható. Szigorítottak a korlátozásokon is, a kutak egy nap 50 liternél többet nem lehet tankolni, és a hétvégére néhány töltőállomás bezár. Helembrand elég járt utána a lehetséges okoknak. Magyarországon jelenleg relatív üzemanyag hiány van. Ez a viszonylag új fogalom azt jelenti, hogy az országnak most tartalékolnia kellene. Szakértők korábban arról beszéltek, hogy Európában nyáron üzemanyag hiány léphet fel az orosz-ukrán háború miatt, és a hiány akár Magyarországot is elérheti. Elérte. Ráadásul a magyar kormány még tavaly novemberben bevezette a 480 forintos hatósági árat a hazai töltőállomásokon, ami jelen állás szerint október 1-ig marad. A végtelenségig azonban nem tartható az ársapka, hiszen az árszabályozás következménye előbb vagy utóbb a hiány. Ez úgy tűnik bekövetkezik. Hetek óta látjuk azt, hogy egyre kevesebb üzemanyag van, nem csak a magyar piacon, de Európa szerte üzemanyaghiány van. Nálunk ez a helyzet talán azért jelentkezik fokozottabban mert a Morszá szalombattai finomítója augusztustól egy nagyon komoly karbantartási munkának köszönhetően nagyon csökkentett kapacitással tevékenykedik a következő két hónapban. Arról nem is beszélve, hogy a hatósági árak miatt a magyarországi piacon az importőrök nem érdekeltek üzemanyagot eladni, és emiatt is kialakult egy elég komoly ellátási luk, illetve hiány. Úgyhogy a figyelmeztetéseink, amiket tettünk itt tavasz végén, nyár elején sajnos beigazolódni látszanak, tehát tényleg egy komoly üzemanyag hiány van már most is a piacon, amit most a stratégiai készletek felszabadításával próbálnak meg orvosolni, viszont az itt felszabadított készletek nagyjából két hétre elegendőek, és ezek a nagy színes benzinkutak készleteit fogják úgymond javítani, ellátni. A kiskutak továbbra sem kapnak a szükséges mennyiségben üzemanyagot. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy egy kicsit tudatosabban, takarékosabban használja az autóját, és használjon fel üzemanyagot, mert egész biztos, hogy nehézségekbe fog ütközni tankolásai során, hiszen nem csak a lefogyott kutakkal szembesülhetnek a tankolók, hanem azzal is, hogy valamiféle korlátozás életben, életben lépett szinte most már minden kúton, 5-10-20 vagy akár 50 literes mennyiségben állapíthatják meg a az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét, és a MOL klutakon pedig egy nap csak egyszer tankolhatunk. A MOL kasszarendszerében múlt hét végén lefutott egy olyan fejlesztés, melyben a forgalmi engedélyek rögzítésével, illetve annak vonalkódolvasásával a rendszám az rögzül a rendszerben, és ha valaki ugyanazzal a forgalmival aznap szeretne menni tankolni, akkor azt jelzi a CIA rendszer, hogy ő már volt, és ebben az esetben a kutas kolléga jelzi neki, a rendszer az így működik, és több felhasználó észrevételt is kaptunk arról, hogy őket már csak egyszer engedték egy nap tankolni. Ez jelenleg a gyakorlatban úgy működik, hogy ha valaki ugyanazon a napon kétszer tankol, annak másodszorra akkor is a piaci árat kell fizetni, ha először kevesebb, mint 50 liter benzint vagy gázolajat vásárolt. Utoljára közel fél évvel ezelőtt voltak ilyen alacsonyan az olajárak, és a forint is erősödött a dollárral szemben. Bár az utóbbi alkalmakkor csökkentek a hazai üzemanyagárak, szerdától ismét drágul egy kicsit. A benzin literenkénti ára egy bruttó 3 forinttal lesz több, a gázolajé pedig 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy aki nem hatósági áras üzemanyagot tankol, a szerdától a 95-ös benzinért 667 forintot, míg a gázolajért 730 forintot fizet literenként. Továbbra is azt mondjuk, hogy a hatósági árak eltörlése oldaná fel ezt a mostani helyzetet. Tény, hogy a kötelezettek köre, akik már piaci áron tankolnak, folyamatosan bővül, hiszen múlt hét óta már a cégek is a piaci áron kell, hogy tankoljanak, és csupán a lakosság számára érvényes ez a 480 forintos hatósági ár. A kisebb benzinkutak továbbra sem kapták meg a beígért állami támogatást, ezért sztrájkra készülnek. Múlt hét pénteken jelentették be, hogy augusztus 19-én és 20-án országszerte 5-600 a Független Benzinkutak Szövetségéhez tartozó töltőállomást teszi majd ki a zárva táblát az ajtóra, vagy maximum csak egy kávéval tudják majd kiszolgálni az odaérkezőket. Ezek a családi vállalkozások a piac 30-35%-át fedik le. Ha ezek bezárnak az említett két napra, akkor ezzel együtt a nagy benzinkutakon megnőhet a várakozási idő. Ezért azt tanácsolják a szakértők, hogy még a hét elején mindenki pótolja az üzemanyag tartályokból hiányzó mennyiséget, és csak teletankkal induljanak el a hétvégére. Nincs olyan területe az életnek, ahol ne éreztetni hatását az orosz-ukrán háború. Nőnek az energiaállak, az élelmiszerekért is többet kell fizetni, és hogy az előbb láttuk, az üzemanyag ellátásban is problémák vannak. Milyen ősz elé nézünk? Vendégem Körei László, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója, politológus doktorandusza. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Olasz-Ukrán háború, beszélgettünk már róla, ugye február 24-én tört ki, azóta nagyon sok minden történt, titkon reménykedtünk abban, hogy nem tart majd sokáig, csak maximum egy-két hétig, egy-két hónapig, hát még mindig tart. Európa választ adott erre a háborúra, az a kérdés, hogy mi vezette őket, és hogy jó válasz-e, amelyet az Európai Unió, az európai tagállamok, államok adtak erre az Olasz-Ukrán háborúra. Alapvetően itt több narratíva van ebben a helyzetben, hogyha nézzük geopolitikailag, mindenképpen választ adott az európai közösség, konkrétan a szankciók bevezetésével. Számos nemzetközi szakértő azzal ért egyet, hogy az Európai Uniónak nem is lett volna szabad ebben a, az egész helyzetben állást foglalni ebben a kérdésben. Viszont, hogyha nézzük az európai értékeket, az európai identitást, akkor egy szuverén állam megtámadását ami ezen a kontinensen történik, és nem Európai Unió tag, mindenféleképpen el kell ítélni, és ugye Vladimir Putyin és az Orosz Föderáció tevékenységét egyértelmű agressziónak minősítette az Európai Unió, ami egy szupranacionális nagy hatalom. Az azonban, hogy kik és mik között zajlik ez a háború, az egy másik elendésnek a kérdése. Ugye itt az Orosz Föderáció abból indul ki, hogy akart akarta Ukrajnát, valamilyen szinten a Szovjetuniónak az árnyékát újra rajzolni különböző területeken, ahol gazdaságilag, gazdaságföldrajzilag és nyilván politikailag is az Orosz Föderáció erősödni tud. A másik részt az egy nagyon összetett, ugyanis látjuk jól, hogy a háború annyiból eredményes, hogy az ukrajnai területek 25%-át az Orosz Föderáció elfoglalta. Tehát ez mindenképpen egy területi állam, egy több mint 40 milliós állam csonkítására tett egyértelmű katonai törekvés, amelyet az Orosz Föderáció és Vladimir Putyin elnök rendkívüli vagy különleges hadműveletnek minősít, és ugye nem beszélnek még az állami propagandában sem háborúról. A helyzet azonban ennél megosztóbb, ennél árnyaltabb. Hogyha objektíven nézzük, akkor ártatlan áldozatok halnak a nagyhatalmi agressziók miatt, és politológiailag én úgy látom, hogy ebben benne van az amerikai Egyesült Államok, benne van az Orosz Föderáció, és benne van az a nemzetközi közvélemény is, amely alapvetően ennek a folyamatnak egyrészt az elszenvedője, de valamilyen szinten indikátora is. A válaszreakciók kemények voltak. Az amerikai Egyesült Államok a világhatalmi, nagyhatalmi pozícióját eh, Ukrajna erősítésével, Orosz Föderáció gyengítésével pozícionálni akar. Ennek több oka is van. Az egyik a fegyverkezési verseny, a másik a katonai helyzet, a harmadik pedig olyan összetett gazdasági, gazdaságpolitikai kérdések, amelyekkel a világ globális tér eh, terében az Európai Unió, Kína, az Egyesült Államok, az Orosz Federáció és számos olyan feltörekvő állam próbálkozik, amelyek nagy hatalmi státuszt jelentenek. Világosan látjuk azt, hogy az amerikai Egyesült Államokban az elmúlt másfél-két évben a nemzetközi pozíciók átrajzolására próbálkozik a demokrata vezetés Joe Biden elnökségével, de az is látszik, hogy az amerikai társadalom ezt egyre kevésbé honorálja, ugyanis Biden népszerűsége rohamosan csökken és több mint valószínű, hogy a most következő félidős választásokat, amelyek mind a szenátus, mind a kongresszus összetételében változást generálhatnak, a republikánusok előretörésével és térnerésével végződhet novemberben. Amely és akkor változhat a külpolitikája és a Biden kormányzat? Egyértelműen, ugyanis az azt következő két évben az elnök gyakorlatilag meggyengül. Én azt prognosztizálom, hogy ez a félidős választás Joe Biden 2024-es elnökségi megmérettetésének egyik építőköve lesz. Bármi előfordulhat, az is előfordulhat, hogy az elnök visszavonul és Kamala Harris lép ö, ö, előtérbe, de az is előfordulhat, hogy az elnök kitölti a mandátumát és természetesen pozicionálisan újraindul 24-ben nem tudni, hogy a republikánusoknak valóban Donald Trump lesz a jelöltjük a végén, bár most erre hajlanak a, az esélyek és a számítások, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Van egy olyan narratíva, hogy valójában az amerikai Egyesült Államok háborúzik Oroszországgal. Ezt ilyen proxy háborúnak, igaz? Így van, pontosan. Ez egy nyilván az összeesküvés elméletek kategóriájáig is el lehet menni erre én nem vállalkozok szakemberként, politológusként, arra viszont igen, hogy a helyzetet objektíve értékeljük, és akkor nézzük meg. Az európai nézőpontból azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos elemi érdeke a belső és a külső migrációnak a kezelése. Ugye itt a szakpolitikai és ideológiai kérdések gyengítették az Európai Uniót. Nagyon jól látjuk, hogy mind az európai közvélemény, mind a magyar lakosság nagyrészt Európai Unió párti, de azért azt is látjuk, hogy az Európai Unió jelentős intézkedéseit, jelentős szankcionális politikáját egyre többen kezdik felismerni, utasítani, hogy ez a energia szektorra, az energiahordozók kimenetelére káros hatásokkal is jelenthet, jelentkezhet, amelyek az európai állampolgárok, a nemzetállampolgárai számára hát bizony-bizony anyagi életteri kockázatokat is jelentenek. A szénhidrogén bázisú nemzetgazdaságok, ugye itt különlegesen a kőolajra és a földgázra gondolok, energiapolitikában viszonylag nehezen és nagy beruházási költséggel tudnak áttérni geotermikus energiára, szélenergiára vagy napenergiára. És azt látnunk kell a földrajzi teret, a gazdaság földrajzi teret. Minél közelebb vagyunk a kelet-európai, közép-kelet-európai szélhez, ugyanis Magyarország egy kelet-közép-európai ország, egy olyan ország, amely gyakorlatilag a nyugati integráció felé elkötelezett európai tagként, de az Orosz Föderációval szoros és szerves gazdasági kapcsolata van az elmúlt években, évtizedekben egyaránt. Nem tehetjük azt meg, hogy egyik pillanatról a másikra e, váltunk, ugyanis az energiafüggőség jelentős. Minél közelebb vagyunk a nagymedvéhez, az orosz föderációhoz, e, politikailag és földrajzilag is annál szorosabb, szervesebb a függőség. E, az EU versenyképességeit integrációs szinten egy nagyon nagy kérdője mindannyiunk számára, és hát ugye ahogy én számoltam, hat szankciós csomagot jelentett be az Európai Unió, amelyek az elsővel elkezdték megbénítani az orosz gazdaságot, de ezt provizórikusan tartott. Tehát február 24-e utántól nagyjából március 15-ig. Hát ilyen pénzügyi, bankügyi dolog Pénzügyi, volt. így van, bankközi egyezményekkel. Ugye azt kell látni, hogy az a hat csomag, Eredménye a végére már látjuk, augusztus 15-én vagyunk, a rubel erősebb lett. Azt is látjuk, hogy az Orosz Föderációnál alapvetően szigorították a devizakereskedelmet, az exportőröket arra kötelezték, hogy bevételeik 80%-át Rubelre váltsák, vagyis az Orosz Föderáció, mint nemzetgazdaság, mint nagyhatalom belső struktúrájában nyilván egy politikai vezetés és egy katonai struktúra kapcsán erősíti önmagát. Bármennyire is próbálkozik a világ megállítani az Orosz Föderációt, nem lesz egyszerű. És attól óva kell inteni az Európai Unió mindenkori vezetését, hogy katonailag beavatkozzon ebbe a háborúba. Ugyanis nézőpontom szerint, hogyha bele mennénk egy olyan helyzetbe, amely a NATO fegyveres erőkkel eh, Oroszországgal szemben harcol, az bizony-bizony a harmadik világháború kirobbanásának határát is súrolhatja. Ezt mindenképpen diplomáciailag, konzultatív módon, tárgyalóféllel eh, kell elkerülni. Azt, azt hogy hogyan látja, hogy Harcolni nem harcolnak NATO csapatok, orosz Igen. csapatokkal, ellenben a NATO tagállamok külön-külön döntöttek úgy, hogy bizonyos fegyvereket akár ingyen, akár pedig pénzérde átadnak az ukránoknak. Igen, ezek nemzetállami hatáskörökbe tartoznak. Ugye itt az Európai Unió egyik vezető gazdaságát említem, amely a német gazdaság. Jelenleg ugye baloldali zöld liberális kormánya van Olaf Scholz vezetésével, és már a német kormány is álláspontot változtatott ebben a kérdésben. Kezdetben fegyverekkel, fegyveres erőkkel támogatták az ukránokat deklarált módon. Utána azonban rájöttek, hogy ugye ez hosszú távon az amerikai fél megoldja, és Európát nem kell belesodorni automatikusan egy orosz agresszióba, meg egy orosz reakcióba, mert annak nagyon súlyos következmények lesznek. Tehát Putyin kőkeményen keményen vissza tud támadni ezekre a szolidaritási akciókra. És hát hogyha látjuk azt, hogy az USA és a NATO erősödni akar egyszer ebben a helyzetben, az USA egyébként nagyhatalmi szempontból, hát azt lehet mondani, igen fondolatosan használja az Európai Uniót. Egyrészt gyengíti, másrészt erősíti. Erősíti az európai szolidaritást és ezt a nyugati értékrendet, amelyet nagyon fontosnak tart a civilizációs részben. Másrészt pedig kiszolgáltatottá teszi továbbra is az energiafüggőség szempontjából, és Oroszország ugyan ambivalens módon változik ebben a helyzetben, de azt is látjuk, hogy Putyin gyakorlatilag olyan szövetségeket kötött, és olyan szövetségi politikát próbálhat akár Kína fele megvalósítani, meg az ázsiai országokkal, amely annak az árnyékát is elővetítheti, amelyet vizionáltak tíz évvel ezelőtt, hogy egy eurázsiai jellegű együttműködés is. Kibontakozóban látszik. Ugye nagyon fontos konkurens katonai erő a NATO az Orosz Federációnak, ezért elleneste Putyin, hogy a NATO tag legyen Ukrajna. Ugye a béketárgyalások egyik alapfeltétele, hogy Ukrajnát nem veszik be a NATO-ba, tehát ez egy nagyon fontos rész. És már Henry Kissinger is, volt amerikai politikus is megfogalmazta, hogy bizony, Ukrajnának is engedményeket kell tenni. Ami látszik az Ukrajnában egy egyre agresszívebb vezetés, tehát már az Elenszki elnök mögül is jönnek ki azokból a régiókból a nagy támogatói, akik látják, hogy a fegyveres erők meg a katonai erők fókuszálása gyakorlatilag államilag vezérelt. Látják azt, hogy elveszett nagy részt a délkeleti rész, Ukrajna 25%-át az Orosz Föderáció bevette, Viszont ha objektíven nézem, akkor ez nem tekinthető egy sikertörténetnek Oroszország részéről, ugyanis ezen területek jelentős része már a krém eh, megszállásától 2014-15-től is rendelkezésére állt a federációnak. Az is látszik, hogy Putyin viszonylag óvatos, és az atom háborúval, az atomfegyverekkel, a biológiai fegyverekkel való, meg a nukleáris fegyverekkel való eh, fenyegetés, az nyilván Európának szól, és nyilván Lengyelországnak szól a környező országoknak. Ukrajnának pozicionálisan az az érdeke, hogy a nyugatot maga mögött tudja, Amerikát tartja az egyik legfontosabb szövetségesének, és hát folyamatosan fenntartja azon szolidaritási kötelezettségeit, úgymond az Európai Unió felé, vagy igényeit egész pontosan amelyeket szuverén államként fontosnak tart. Ez kockázatos, és ennek már ma egyre kevesebb támogatója van az Európai Unióban, ugyanis mind a franciák, mind a németek, mind az osztrákok, meg még nagyon sok keletkező európai állam is rájött arra, hogy egy veszélyes bel- és külpolitikai, illetve gazdasági és energetikai helyzetbe sorol, sodródhat ezáltal a saját nációjuk. Milyen a... lesz az ősz, hogy látja? Az ősz attól függ, hogy a háború prioritásai hogyan alakulnak. Jelenleg jó magam a nemzetközi trendeket folyamatosan figyelve és kutatva elhúzódó háborúra számítok. Nem gondoltuk volna ezt ebben a stúdióban januári időszakban, mikor itt voltam. Bizony az látszik, hogy a háborús meg az energetikai helyzeten az könnyíthet, hogy ha telünk enyhébb lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ebben reménykedhetünk, hogy egy enyhébb tél lesz éghajlatilag mert akkor ugye a gázfüggőség, meg az energiafüggőség ugye ö, ö, valamilyen szinten mérsékeltebb. Másrészt a katonai hadműveletek számára is nagyon fontos, hogy milyen időszakban történik. Az Európai Uniónak változtatni kell nagyon sok politikáján. Képes tehát... lesz rá. Tehát néha úgy érzem, hogy már csak azért nem változtat, bár belátja, hogy hiba volt hogy azért mégsem mondják már azt, hogy ő hibás. Ezt jó magam sem. politológusként is így látom, uh -huh. hogy az Ursula von der Leyen, illetve a bizottság, Európai Parlament között nincs ebben egy egységes nézőpont, álláspont, tárgyalnak a felek, mindenki más-más nézőpontból tárgyal. Ha a mi nemzeti nézőpontunkat nézzük, azt mondjuk, hogy mi közel vagyunk ehhez a helyzethez, és nem lehet emberi életek, emberi sorsok, emberi jövőkkel játszani. Magyarországnak ebben a helyzetben az álláspontja világos volt: nem megyünk bele a háborúba, nem támogatjuk fegyverekkel ezt a háborút, és fenntartjuk nyilván mind Ukrajnával, mind Oroszországgal a diplomáciai viszonyt. és Én nagyon büszke vagyok arra a humanitárius segítségre, Miregyház Egyetemről jövök, Miregyház Egyetem oktatója vagyok, amelyet az én kollégáim, az én munkatársaim, a mi hallgatóink adtak ukrán honfitársainknak, elhelyeztük őket a kollégiumban, biztosítottak olyan szociális feltételeket februártól egészen napjainkig, amelyek emberek számára a menekülést, az újrakezdést, az új élet esélyének megteremtését is jelenthetik, amely mindenképpen egy magyar szívet érző lelket büszkeséggel tölt el. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország, különösen itt az észak régió, Kivette a részt a humanitárius folyosók megintásával, a segítségnyújtásával, és látjuk azt, hogy néhány esetben barátságtalan diplomáciai visszajelzések voltak az ukrán részéről, mert ugye adtunk, biztosítottunk, és több meg más kellett volna. Ezeket nyilván egy honpolgár nehezen fogadja el, amikor a kezét nyújtja és segít. De a helyzet komoly, és a frusztrált mindenkinek a frusztrációját meg kell érteni, meg az elfogultságát, meg a helyzetét. Azt azonban látni kell, hogy a világ béke korszaka nem most jön el. Bizony-bizony diplomáciával, tárgyalásokkal és partneri viszonynal lehetne ezeket a helyzeteket valahogy megoldani. Én, amit látok, különösen az Zelenszki elnök és a Putyin elnök hozzáállását mind a kettőnél valamilyen szinten befagytak az álláspontok. Tehát nehezen engednek a saját narratívájukból és az is látszik, hogy itt nem az ukrán nép, meg az orosz nép áll élesen szemben egymással, a civil társadalom, ha még van ilyen, hanem bizony hatalmi, nagyhatalmi törekvések. És ennek a lelepzése, ennek a megváltozása választói akarattól, választói tömegek megmozdulásától kell, hogy függjön, mind Oroszországban, mind Ukrajnában, és, hogyha azt tetszik, Amerikában és az Európai Unióban szerte a világon, attól függ, milyen politikai berendezkedésben vagyunk. Summa summarum, Putyin egy megosztó karakter, mindig is az volt az elmúlt évtizedekben a világpolitikában, de amit látni kell, mind Európában, mint Amerikában volt a követői csodálói. Hát ha gondolunk Márin Löperre, gondolunk a kormányra készülő olasz Melanira, de gondolunk egy olyan demokrata politikusra, mint Gerhard Schröder, aki a német szociáldemokratáknak nagy ikonja volt 20-25 évvel ezelőtt, személyes jó barátjának nevezte Vladimir Putyint, de hát nem kellett messze menni a magyar politikából, mind Gyurcsány Ferencnek, mind Orbán Viktornak kimutathatóan volt egy diplomáciai is jó viszonya az orosz elnökkel. Nyilván az nem a háborúzós és nem ez a agresszor orosz elnök kép volt még tizen pár éve. Tehát ebben finoman diplomáciai úton, és azt mondom, hogy középre helyezkedve lehet eredményeket elérni. Minden országnak prioritása a saját nemzeti érdeke, ezt nem lehet egy szuverén államtól, így Magyarországtól sem elvitatni, és a kedves televízió nézőket is arra biztatom, hogy a saját nemzeti identitásunkat megtartva, a globális trendeket követve szemlélődjünk ebben a helyzetben. Nem mi szolgáltatunk igazságot, nagyon nehéz ebben a helyzetben objektíven látni, de azt is látni kell, hogy a nagy hatalmak hozták létre ezt a helyzetet, és ebben politológusként azt mondom, mind az Orosz Federációnak, mind az Amerikai Egyesült Államoknak, és mind Ukrajnának történelmi szerepe van. Az Európai Uniónak pedig történelmi felelőssége abban, hogy objektíven tájékozódik, nem indulatból, nem pusztán az európai értékek hatásával lép el a bármilyen folyamatba, hanem gazdasági, társadalmi és politikai realitásokat fenntartva. Szerintem a XXI. században ez lehet a jövő, és egy olyan jövőképet tudunk mondani saját nemzetünk honpolgárainak, amelyben a kiszámíthatóság és a diplomáciai párbeszéd fontos. Jó magam, C-típusú tárgyként, szabadon választható tárgyként politikatudományt is tanítok a Nyíregyházi Egyetemen, és ennek az ukrán-orosz konfliktusnak, vagy különleges hadműveletnek egy 90 perces előadás keretében egy tényfeltáró, objektív háttérinformációkat is szolgáltatva, egy ö, ö, több narratívát megközelítve igyekszem feldolgozni a szeptemberi tanévtől ezt a helyzetet, és külön öröm, hogy vannak a mi csoportunkban kárpátaljai hallgatóink, akik a mi magyar nemzet testvéreink, és ö, erről ki tud alakulni egy értelmiségi, elfogultságmentes, korrekt diskurzus, akkor azt gondoljuk, hogy teljesen tudjuk értékelni a helyzetet. Én magam mindenkit erre biztatok, politológusként csak a tárgyalásban, csak a diplomáciában, és az erőfitoktatás nélküli tárgyalásos gazdasági együttműködésben hiszek. Reméljük, hogy a világ is ebbe az irányba Így legyen, legyen tanárunk, Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Izgalmasan hangzik egyébként ez a szeptemberben induló kurzus, mert valóban mi magunk is sok kárpátaljai magyarral beszéltünk, akinek mindenkinek megvan a saját véleménye a kialakult helyzetről. Köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm Számítunk a, a, a későbbiekben is. Köszönöm szépen. A háború kitörése óta segíti folyamatosan az ukrajnai menekülteket és a Kárpát -alján maradottakat a Nyiregyházi humanitárius csoport. Nemrég egy 3 millió forint értékű gyógyszerszállítmányt küldtek a térségben dolgozó kórházaknak. Jászai menyhét Nyiregyházi alpolgármester a csoport elnöke összegezte az eddigi tapasztalatokat. A február végén indult orosz-ukrán háború miatt százezerek menekültek Ukrajnából Magyarországra. A Záhonyi vasútállomáson is alakítottak ki pihenő és segítőpontokat, de mind az öt megyei határát kerülnél támogatják a bajba jutott családokat. Nem csak ott, hanem a megye székhelyen is megalakult a Nyíregyházi Humanitárius Csoport, amely több szervezettel közösen, azóta mintegy 1450 fő ukrajnai menekültnek nyújtott segítséget. Február 21-én magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, egy emberként mozdulnak Magyarország, így egy a Szabolcs megye, hogy segítsen. Természetesen ebben a segítő szerepben az államnak a koordináció és finanszírozási oldalról kiemelt szerepe van, ezért a Magyar Állam létrehozta a Híd programot, amelynek hat nagy segélyszervezet a tagja, és rajtuk keresztül juttat el nagyon sok támogatást a határon túlra, és a határon belül a menekültek számára is. Természetesen az államnak, a és a kormányhivatalnak itt van a segítségen kívül egy olyan igazgatási szerepe, hogy a menekülteket fogadja a határon feltérképez az, hogy milyen segítségre szorulnak, mi az ők terveik, céljaik, akarnak ebben a beadni, szükséges-e valamilyen okmány az ő számukra. Tehát itt van egy nagyon fontos hatósági és igazgatási munka is eljárás, amely természetesen az államnak a feladata. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan megmozdultak, nagyon sokan segítettek, és ennek már a kialakult a mondhatni, egy professzionális rendszere, amely minden szereplőnek megvan benne a helye. legyen az akár a határon, a segítségpontokon segítenek, vagy az önkormányzatoknál, nem csak mindegy házan több önkormányzat is, vagy éppen Budapesten a Humanitárius Transfer Központ, a BOK Budapesti Olimpiai Központ létesítményben, ahol több száz menekültet is el tudnak, látni. Én azt gondolom, hogy ennek már egy nagyon jól kialakult rendszere és gyakorlata működik. A kezdeti időszakban valóban voltak ebből a adottak feladatok és konfliktusok, amelyeket meg kellett oldani, de ma már ez a közlekedési szempontjából teljesen jól meg van szervezve, tehát Nyíregyházán érintésével legfeljebb átutaznak, nekünk ez feladatot nem jelent. Kezdetekben volt egy ilyen tanácsadó felvilágosító szerepkör, a közszeretfelügyelet biztosította a járőzést az utcákon, hogyha talált olyan menekültet, aki elkövetéshez szólt, akkor segített, a közbiztonság fenntartásában közreműködött, nem történt asszaszítás egyébként egyházán, tehát nem volt ilyen, ilyen, ilyen probléma volt olyan, hogy nyíregyházán rekedtek, menekültek, mert a vonat nem ment tovább, vagy idén sem tudtak tovább menni, akkor őket meg kellett etetni, el kellett őket látni, vagy éppen gyógyszer kellett valakinek, mert nem volt, elfogyott a gyógyszere. Tehát kezdetben akadtak feladataink azokkal a menekültekkel, akik áldoznak nyíregyházán, de már gyakorlatilag ez a feladat már nincs, nem jelentkezik, nem jelent akkora a volument, számunkra azokra kell koncentrálni, akik ideiglenesen, vagy átmeneti jellege, vagy tartósan egyházán képzelik el az életüket, vagy itt, itt kerestek biztonságot és menedéket. Tehát most mi most erre koncentrálunk. Amennyiben szükséges, akkor a szállás szállást biztosítunk, vagy mi magunk közvetlenül mi is biztosítottunk kapacitásokat, és ma is fenntartunk olyan szabad kapacitás, hogyha jönne egy hollám, ne jöjjön, akkor el tudjuk őket látni. Mi magunk, vagy partnereiken keresztül, több partnerünk is van, kiemelném közülük a Nyíregyházi Egyetemet, aki ilyen százas tud elhelyezni a kollégiumban menekülteket. Velük kötöttünk egy megállapodást, ők biztosítják a szállást, mi pedig a teljes ellátás az étkezést az ott lévő menekülteknek. De ha a menekültek már itt vannak, azok lehetnek felnőttek, gyerekek, sportolók, akkor a sportolóknak például szükséges bérlet azért, hogy tudjanak mozogni a városba, a iskola, óvodai ellátás biztosítása, ott étkeztetés azok számára, akik ezt, ezt igénylik, hát az iskolában mindenki igényli, egészségügyi alapellátás, mert mert emberi dolog az, hogy bárki kerülhet olyan problémába, bajba, akkor a mi egészségalapjátási rendszerünk kész arra, és eddig is képes volt, hogy hogy lekezelje és ellássa annyira egyházán lévő menekülteket. Jászai Menyhért hangsúlyozta, hogy a humanitárius csoport a legnagyobb segítséget a magyar államtól kapja, de rendkívül fontos együttműködő partnereik a helyi védelmi bizottság, a járási hivatal, valamint számos karitatív szervezet. Az alpolgármester kiemelte, hogy a civil adományok mellett Nyíregyháza testvérvárosai is segítő kezet nyújtottak. Így a nyíregyházi cégek és vállalkozások Kályáni Fény testvérvárosa pénzadományaival összesen 5 millió forint értékű humanitárius alap jött létre. Én azt mondom, hogy ez egy humanitárius lánc, és a segítség az nagyon sok embert megmozgatott, és nagyon sokan akartak segíteni. Hát a legkülönlegesebb megkeresés az Kajánéból érkezett és segítség, informálisan vették fel a kapcsolatot, hogy amennyiben lehetőség van, akkor szeretnék támogatni a nyíregyházi önkormányzatot és ott mintegy két millió forintnak megfelelő összege eurót adományoztak, de ugyanúgy egyházi nagyvállalkozások is megmozdultak, és vagy pénzügyi támogatást nyújtottak, vagy pedig természetbeni támogatást nyújtottak, és itt nem érremszer csomagokra is ilyesmire kell gondolni, az is van, az alap, hogy, hogy azt a szervezők is támogatjuk, de itt például raktár bázis biztosítására kell gondolni, vagy olyan létesítmények átadására, ahol ha szükség lenne, akkor el lehetne helyezni újabb menekülteket. Én erre mondom azt, hogy ne kerüljön rá sor, és ne vegyük igénybe ezt a lehetőséget. A humanitárius csoport nem csak helyben segíti az ukrán menekülteket, hanem az ukrajnai testvérvárosokba is küld jelentős értékű adományt. Július 29-én 3 millió forint gyógyszeradományt indított el Nyíregyháza városa az ökonomikus segészelet bonyolításában, 1 millió beregszáz, Ungvár és a Frankis testvérvárosokba. Nagyon örültünk, hogy sikerült ezt a, ezt a transportot megszervezni és, és célba jutatni a gyógyszereket. Az alpolgármester elmondta, folyamatos a segítségnyújtás, továbbra is várják a természetbeni és a pénzbeli adományokat. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között az aszályról és annak hatásairól esik szó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!